A legforgalmasabb útszakaszoknál rendőrök segítik a gyerekek iskolába jutását, így tettek ma a Madách épület előtt is. Azért is hasznos a rendőri közreműködés, mert ezen a környéken változott a forgalmi rend. A Vadász utca felől egyirányú lett a forgalom a Füredi utca irányába. A gyerekek figyelme még szétszórt lehet a hosszú vakáció és a szokatlan korai kelés után, ezért is kell óvatosabban vezetni reggelente. Az iskolák környékén találhatunk megállni és várakozni tilos táblát, és ez a jelenség azzal párosul, hogy nagyon sok szülő szereti az iskola bejárata előtt közvetlenül kitenni gyermekét. Most amennyiben ez megállni és várakozni tilos hatály alatt van, nyilván munkatársaink ezt kiemelten figyelni fogják, és nem fognak szó nélkül a szabályszegés mellett elmenni. Ebben az esetben előbb figyelmeztetést kap, később már a pénze is bánhatja annak, aki szabályszegést követ el. A közlekedés rendészek további tanácsokat is adnak az autós szülőknek, hogy a lehető legbiztonságosabb módot válasszák gyermekük iskolába kísérésekor. Ebből a gyerekek is tanulhatnak. Valahol távolabb leteszem a gépjárművet, már hogyha közelebb laknak, akkor gyalog elindulnak, és szépen gyalog megközelítik az iskolát közben, át fognak menni egy gyalogátkelő helyen, közben lehet, hogy fognak egy táblát látni, és a szülő elmondhatja, hogy ezek milyen táblák, hogyan kell szabályosan közlekedni. A tanulókra nem csak a közlekedés veszélyei leselkednek, az internet használattal kapcsolatos, továbbá más baleset és bűnmegelőzési tanácsokat gyűjtött össze egy kiadványba a rendőrség. Készült egy alsósoknak szóló munkafüzet, amelyet ma már több mint 20 általános iskolában használnak, és az idei tanévben ezeknek az iskoláknak a köre tovább fog bővülni. Ezt a munkafüzetet úgy állítottuk össze, hogy az alsósok, illetve a pedagógusok is eredményesen tudják használni a prevenciós ismeretek oktatása, illetve elsajátítása során. Mindezeket hamarosan a felsősöknek szóló ismeretekkel is kiegészítik, sőt a veszélyekről osztályfőnöki órákon is beszélgetnek majd a gyerekekkel.